Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Holnap egy egész hajnalig tartó mulatozásra invitálják Önöket, kiállítások, koncertek, és még sorolhatnánk, jön a Múzeumok éjszakája Nyíregyházán is. Erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van dr. Bene János, a József András Múzeum igazgatója, valamint Gerhard István, a múzeum kulturális menedzsere. Szép estét nektek! Köszönjük szépen! Nézőknek is szép estét kívánunk. Nos, hát igazgató úr, mikor indult el Nyíregyházán is ez a rendezvénysorozat egyáltalán? Hanyadikot üljük majd június 20-án, azaz holnap szombaton? 2004-ben indult Nyíregyházán. Tulajdonképpen mi az elsők között kapcsolódtunk az országos nagy rendezvényhez, mert nem sokkal korábban, a ezredforduló után rendezték meg szerte a világban is, mert ez nem csak nyíregyházi, meg országos rendezvény, a múzeumok éjszakáját. És hát ugye az azt jelenti, hogy 11. alkalommal tartjuk, és ez mindig bővül, hála Istennek, mert először csak a József András Múzeum rendezte, aztán úgy gondoltuk, hogy hát van azért a városban több közgyűjtemény is, szomszédunk a levéltár, szembe a Kállai gyűjtemény, ugye mint tagintézményünk, de hát van itt a Felső-Tisza-vidéki vízügyigazgatóságnak egy gyönyörű szép vízügyi múzeuma, ajánlom a nézőknek, hogy nézzék meg egyszer, igaz, hogy kiesik már a Mózsigmond utcában, de el lehet oda sétálni, aztán jött a vasutas műfáz, úgyhogy most tulajdonképpen 5 intézmény rendezi együtt egyszerre a múzeumok éjszakáját, és hogy mindenki eljusson mindenhol gyorsan, a Csihuhu, amit ismernek, hogy a Nyíregyházán mindenki, az szépen mindegy kis vonat fogja körbejárni ezeket a helyszíneket. Ha már így említetted igazgatóra, Csihuhut, akkor egy plusz információt hagyj kérdezzek már. Mikor, hogyan indul a Csihuhu, hány óránként, hány percenként van ilyen menetrendje? Van menetrendje. 16 órakor indul az első járat a múzeum mellől, tehát a Benczúr térről, megy szépen körbe levéltár, Kállai gyűjtemény, vasutas műfáz, vízügyi gyűjtemény, másfél óra múlva ér vissza, tehát másfél óránként, 16 órától kell mindenkinek számolni a másfél órát, de lesz ott egy kiírás, hogy mikor indul, lesz majd forgalmista, aki beindítja, úgyhogy ez működni fog szépen. Jegyeket, bérleteket tessék, és rossz, mielőtt nagyon-nagyon-nagyon belemerülnénk, hogy milyen színes programok lesznek Nyíregyházán a különböző intézményekbe, gyűjteményekbe, ha már jegyeket említettem, akkor meg kell mondanom, hogy itt van 6 darab belépőjegy, de párosával sorsoljuk, tehát 3 darab páros belépőjegyet lehet nyerni a József András Múzeum felajánlásának köszönhetően, és van egy konkrét kérdésünk is, ki az a különc festő, akinek kiállítása nyílik a múzeumok éjszakáján? Nagyon fontos, hogy különc festőről van szó, érdemes nézni amúgy a plakátokat, mert az nagyon sokat segíthet, megfejtés@kölcseitv.hu, ide várjuk a tippeket, természetesen névvel és telefonszámmal ellátva, vagy SMS-t is lehet nekünk írni a már jól megszokott, alább látható telefonszámra. Na és akkor Istvánom, mesélj arról nékem, hogy milyen programokra invitáljátok az érdeklődőket, akik mondjuk nem tudnak aludni szombat éjszaka. Rendben van. Hát ahogy igazgató úr is említette a társ intézményeket, egy nagyon komplex program lesz a múzeumok éjszakája, ugye József András Múzeum, Kállai gyűjtemény, a vasutas művelődési ház, a vízügyi gyűjtemény, illetve a levéltárral együtt csináljuk ezt a rendezvényt, szóval nagyon sok látnivaló van. A teljes program, a minden intézményre vonatkozó program, az kint van a weboldalunkon, a www.józsamúzeum.hu weboldalán. Ott meg lehet nézni a társintézmények részletes programjait is. Én most inkább a József András Múzeumról beszélnék elsősorban, és ott is elsősorban ugye a nyíló kiállításainkról, hiszen múzeumi rendezvényről van szó. Ez van az első helyen. A különcöt. Csak hogy tudjad. Tehát akkor a 4-ből, azt hiszem 4 kiállítás nyílik, akkor 3. Inkább 3-at említsünk. 3 kiállításunk fog nyílni, és egy, amiről még nem tudunk. Remélem a kollégák azért, akik csinálják, igen. Orvoslással, gyógyászattal, orvosokkal fog foglalkozni ez a múzeumok éjszakája is a kiállításunk, és a programjaink egy része ehhez kapcsolódik. Az orvos kezel a természet gyógyít című kiállításunk lesz az egyik, ahol korabeli gyógymódokat, kezeléseket fogunk bemutatni, mint például a köpölyözés, vagy a gyógysüvek használata, miben léte, ezt fogjuk bemutatni. És a tárgyi emlékek, a bemutatott tárgyi dolgokon kívül számos, nagyon érdekes, rengeteg információt tartalmazó tablót is ki fognak helyezni a kollégák. Másik
hasonló témájú kiállításunk, az egy gyakorlatilag egy orvosportrékat fogunk bemutatni. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum vendégkiállítása lesz ez, ahol közel 50 magyar orvosnak az életművét fogjuk bemutatni, olyan emberekét, akik valamilyen maradandót alkottak, Semmelweis, Ignác Selye János, Szent Györgyi Albert például. A harmadik kiállításunk nyíregyházi vonatkozású, Balczó Edit kerámiáit fogjuk még bemutatni. És a negyedikről pedig nem beszélünk. Igen, nem akartam. Pedig már majdnem azt hittem. Tehát még egyszer akkor páros belépő jegyeket lehet tőlünk nyerni. Ki az a különc festő, akinek kiállítását szintén ezen a rendezvényen nyitják meg a József András Múzeumban? Talán egy picit annyi segítséget elmondhatok, hogy az Évisz szakközépiskola bejáratánál ennek a különc festőnek van egy emléktáblája, úgyhogy ha valaki puskázni szeretne, akkor ott megtalálja. De jó, ezt nem is tudtam. Még egy plusz információt kaptunk Istvántól, de hát lesznek kiállítások, lesz ezzel az orvoslással, gyógymódokkal kapcsolatos előadás is, lesz egy húzó neve a rendezvénynek. Ki lesz ő, milyen témában? Dr. Zaher Gábor fog eljönni hozzánk, őt szerintem mostanában a médiából az elmúlt pár évben sikerült megismerni. Ő ugye toxikológus, és nagyon jó maga nemében. Meg stílusában, tehát amellett, hogy szakmailag nagyon jó, egy nagyon jó előadó is, én úgy gondolom, és egy nagyon érdekes, tartalmas, szórakoztató előadást fog nekünk tartani a Jósában, remélhetőleg az udvaron. Ezt csak azért mondtam el, mert kicsit a prognózist azért figyelem már egy pár napban, reméljük, hogy jó időnk lesz. Itt azért elmondanám, hogy eső esetén sem kell otthon maradni, hiszen a programjaink jelentős része amúgy is házon belül van. A Zaher Gábor előadását, illetve a Zaher Gábortól Magás Dániel fogja humorestel követni. Ezeket fedett környezetben is meg tudjuk tartani, hogyha esetleg az égék úgy gondolják, hogy aláztatnak minket. És hát tudom azt, hogy igazgató úr is nagyon nagy zenekedvelő, lesznek itt koncertek is. Milyen zenekarokat invitálnak meg most estére? Tud nekem erről egy pár szót mondani, igazgató úr? Hát ez jó kérdés volt, mert... Hogy belekérdeztem nagyon most? Nem baj, mert én a Karmapirit nagyon szeretem, megmondom őszintén. Nyíregyháziak itthon vannak, és amikor én most az igazság az, hogy tavasszal elég sokat voltam, hagyatékot hoztunk az a Németországban, meg sokat mentem, és igazán nem folytam bele a szervezésbe, amikor meghallottam, hogy a Karmapirit jön, mondom, gyerek, akkor rendben van minden. Akkor az elsősorban találkozunk szombaton, igazgató úr, akik lesznek még amúgy. Karmapirin, mint főzerekar. Egyébként egy kicsit ilyen lokálpatrióta jellegű lesz ez az estégy a zenekarok tekintetében. Igyekeztünk itt nyíregyi vagy nyíregyi kötődési zenekarokat meghívni. A Pila Akuszti Gruppal fogunk kezdeni 3-9 magasságában. Hát ez ugye csúszástól függ, ez ugye mindig benne van a pakliban. Ők egyébként hoznak magukkal most egy billentyűst, egy nagyon híres, nagyon jó billentyűst. Ez az ő meglepetésük lesz. Végül is nevet nem mondtam, úgyhogy nem lőttem le a dolgot. Őket követik majd Karmapirinék, és az este zárásaként pedig a Mystical Plants fog egy ilyen nagyon kellemes jazzes, funkis rockzenét játszani a közönségnek, úgyhogy az este egy ilyen kicsit ilyen könnyű zenei fesztivál jellegű lesz. Annyit hadd mondjak még el a programokról, hogy ugye megvannak az időpontokhoz kötött programjaink, de természetesen folyamatosan nyitástól zárásig lesz kézműves udvarunk, ahol igyekeztünk most olyan mesterségeket összehozni, bemutatni, ami nem a hagyományos gyöngyfűzéses kategória, hanem tényleg a maga nemében érdekes, és úgy igyekeztünk ezt kialakítani, hogy itt ez vásár lesz, de az érdeklődők egy-két kulisszatitokba, egy-két fogást is esetleg megtanulhatnak, megnézhetnek, hogy dolgoznak ezek a mesteremberek. Mindenképpen szeretném megemlíteni Gosztol Andél és Pregicer Fuzsina művésznőket, ők is főként a gyermekeknek fognak kedveskedni ilyen-olyan mesével, verses előadással. A restaurátor műhelyben a három gráciánk azok nyitástól este 8 óráig, 9 óráig. Ezért fogsz kapni István. Most éppen kedvenlek. Szóval ők is várják a kedves közönséget. Tehát zizegni fog az egész ház, és amúgy a gyermekműsorokkal kapcsolatban is csak annyi, mert tényleg lejár az idő, és már a kollégák itt mutatják, hogy levágják a fejemet. Tehát, hogy gyermekműsorok, bármi, iparkamara házon belül, tehát nagyon sok lehetőség van, mindenképpen lesznek programok. Élni fog az egész múzeum. Mit elmi?